Az első döntésünk, hogy a magánszemélyek és vállalkozások, minden magánszemély és minden vállalkozás mai napig megkötött hiteleinek tőke és kamat fizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztjük. Másodszor a rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-áig meghosszabbításra kerülnek harmadszor a holnaptól felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-et, a jegybanki alapklamat plusz 5 ban maximáljuk. Studióban megérkezett Pesut Tamás, a Corvinus Egyetem közgazdász egyetemi docens. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Együtt néztük itt a miniszterelnök úr bejelentését. Ön mit tart a legfontosabb erényének, a csomag legfontosabb erényének? Hát ugye egyrészt az időzítés, ahogy a mondás is tartja, kétszer ad, aki gyorsan ad. Másrészt pedig meg kell nézni azt, hogy milyen hatása van a bizalomra, illetve az emberi vállalati magatartásra. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy általában a közgazdászok szeretnek beszélni statisztikai összefüggésekről, de például ilyen válsághelyzetben, amit most is tap nagyon fontos, hogy olyan intézkedések legyenek, amiket az emberek és a vállalatok a bőrükön tudnak érezni. Hogyha most valaki megnézi ezeket az intézkedéseket... sorba, Ugye az első és legfontosabb az a moratóriumnak a bevezetése. Itt is célszerű tisztázni, hogy miről van szó, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy elengedésre kerülnek a hitelek, hanem egy átmeneti intézkedésről van szó. Ugyanúgy, ahogy ez a vírus is egy átmeneti jelenség lesz, kérdéses, hogy mennyi ideig tart, ez a moratórium is az év végéig fog tartani. 7-8 hónap laufjuk van azoknak, akik? így van, és ennek keretében, illetve ez azt fog eredményezni, hogy a lakosság, illetve a vállalat részéről a havonta fizetendő törlesztő részletüket nem kell megfizetni. Ez a törlesztő részlet egyébként áll tőkerészből és kamatrészből. Ugye majd, amikor kijönnek a, a részletek a szabályozással kapcsolatban, az egy érdekes kérdés lesz, hogy a, hogy a kamatrészsel mi fog történni. De ugye mi ennek a hétköznapi relevanciája a lakosság és vállalati szempontból? Az, hogy egy család, egy magánszemély esetében a egy havi törlesztő részlet az a jövedelemnek 10-20-30-40, akár 50 százalékát is elérheti. És ebben a bizonytalan helyzetben, és nem csak bizonytalanság van, hanem félelem is a, a, a jövővel kapcsolatban, illetve az egészségügyi helyzettel kapcsolatban, tudja mérsékelni ezt a bizonytalanságot, hiszen ez azt jelenti, hogy a, a lakosság, illetve a vállalatok is tudnak azzal kalkulálni, hogy legalábbis az év végéig, ez a törlesztő részlet a családi vagy a vállalati kasszában fölszabadul, és ugye helyette egyéb költéseket tud eszközölni, vagy hogyha lecsökken a költési szint, akkor nem fogja annyira negatívan érinteni. Adó és járulékok tekintetén is egyfajta haladékot kaptak a munkaadói munka járulék. Így van, külsőző. szintén egy átmeneti időszakról volt szó elsősorban. Ennek egyébként a, a költségvetési vonzata az kisebb, mint az előző, tehát, hogy ez olyan néhány 10 milliárdos tétel. Ugyanakkor ez egy szintén érezhető, tehát a, a hétköznapi tevékenységek során érezhető intézkedés. Az fontos, hogy mikorra tudja a kormányzat a gazdasági kérdéseket rendezni, mikor mikorra tudja a járványt lecsillapítani, és az ehhez fűződő, az időtényező? Az időtényező az egyik legfontosabb, tehát hogy mikor reagálunk. Ugyanúgy, hogy az egészségügyben nem mindegy, hogyha van egy beteg, vagy van egy betegség, hogy akkor abban a fázisban kezeljük a beteget, amikor már kvázi menthetetlen, vagy amikor már kialakulóban van valami, és akkor az elején próbáljuk meg ezt a rendelkezésre álló eszközökkel kezelni. Egyébként én most ezt látom a gazdaság politika tekintetében, és fontos kiemelni azt is, hogy egy összhang van a monetáris politika és a fiskális politika között. Tehát például ez a moratórium is a Magyar Nemzeti Banknak a javaslata volt a közleményben. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank ezt már alkalmazta is az általa felügyelt hitelekre, tehát a, a növekedési Hitel program keretében kiadott hitelekre, amik a kis és középvállalkozásokra vonatkoznak, és kérte a bankokat, hogy önkéntes alapon járjanak el. Hát ugye itt most már nem kell önkéntes alapon eljárniuk, hanem rendelet azért. formájában lesz. Illetve még volt egy intézkedés, ami az új hitelekre vonatkozik, és ez de egy de. szintén fontos és egy nagyon lényeges intézkedés, amely szerint az újonnan fel elvett hiteleknek a THM mutatója, az maximum a jegybanki alapkamat plusz 5% lehet. Ez azért egy nagyon lényeges intézkedés, majd kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog hatni az újonnan kihelyezett hitelekre, hogy például mondjuk, hogy holnaptól elérhetőek lesznek-e már a személyi kölcsönök ilyen szinten, azért 11 néhány óra alatt átárazni ezeket a termékeket az, az, rendkívül nehéz, viszont milyennek szintén a jelentősége? Az, hogyha esetleg valaki nehéz helyzetbe kerül, akkor és hitelfelvételre szorul, nagyon nem mindegy, hogy ha mondjuk egy millió forintot felvesz, akkor annak mekkora lesz éves szintre vetítve a költsége. A jelenlegi kamatkörnyezet alapján ez lehet that. 70-80 ezer-től akár 200 ezer forintig is. Az új szabályozás keretében, mivel ez 5,9%-ot jelent, a mostani alapkamat szint mellett, ez azt jelenti, hogy mondjuk 1 millió forintnál 59 ezer forint a, a maximális költség, amit viselhet a Földönből, ami egy lényeges lényeges könnyítés. Milyen makró hatásai lehetnek ennek a csomagnak, mondjuk a forint-euro árfolyamra? Ugye a forint-euro árfolyam kapcsán ott alapvetően a nemzetközi trendeket kell De most te nézni, tehát e most... Azért a piaccal elég nehéz szembe menni, ráadásul mielőtt ide beérkeztem a stúdióba, az Egyesült Államokban megint 15 percre föl kellett függeszteni a, a kereskedést. Tehát, hogy itt, itt vannak, a világgazdaságról beszélünk, a világgazdaságon belül van két nagy blokk, Amerika, Egyesült Államok és Kína, ami alapvetően meghatározza a, a, az irányt ugye ott van még az Európai Unió, de mi Magyarország az Unión belül is egy tagállam vagyunk a 27-ből, tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan tényezők, aminél alapvetően a nemzetközi trendekkel mozgunk együtt, és vannak olyan tényezők, amit a kormány saját hatáskörben meg tud tenni. Egy egyébként ezeket most meg is tettem, mert láthattuk, hogy szektor specifikusan voltak erre vonatkozóan intézkedések. A GDP növekedési célra milyen hatása lehetne? Egyrészt életben tart bizonyos iparágokat, másrészt viszont a bevételek meg elmaradnak. Ugye ideig az elmúlt időszakban arról volt szó, hogy minél nagyobb legyen a, a GDP növekedési üteme. Én ahogy most látom a folyamatokat és a szám azt veszem észre, hogy most a cél az az, hogy minél kisebb legyen ennek a dinamika csökkenésnek, vagy esetleg a GDP csökkenésnek az üteme. Tehát, hogy az Európai Unión belül is a tagállamok most mindent megtesznek, hogy a lehető, tehát hogy a rendelkezésre álló eszközökkel próbálják stabilizálni a gazdaságot. Itt, ami most kulcskérdés, az az, hogy helyre lehessen állítani a bizalmat, és hogy ezt a félelem el lehessen tüntetni semmi sem befolyásolja, az sem az emberi magatartás, sem a vállalati szektorban szereplő egyéneknek a magatartását, annyira, mint a félelem. Ezt a félelmi tényezőt ki kell, ki kell iktatni, és ehhez szükséges szakszerű intézkedéseknek a bevezetése. Mennyire tudjuk magunkat függetleníteni, mondjuk a német gazdaságtól? Ugye gyakorlatilag már a, a nagy német autógyárak is leállították Magyarországon a termelésüket, Lopel, az Audi, illetve a Mercedes, a Suzuki is lát ha jól emlékszem, ma reggel. Nem tudjuk függetleníteni magunkat, éppen ezért, ahogy az elején hogy is mondtam, ezért? hogy olyan intézkedéseket kell tenni, ami már az elején hozzájárul ahhoz, hogy hogy ezeket a negatív következményeket minél jobban le lehessen csökkenteni. A, a magyar gazdaság az egy nyitott gazdaság, tehát az export és az importunknak a jelentős része, ugye 80, közel 80 százalék, 71 néhány százalék, az az Európai Unió tagállamaival zajlik. Hogyha az Európai Unión belül, vagy az Eurózónán belül visszaesés van, az bármilyen jól is teljesítene a gazdaság, az azt fog eredményezni, hogy negatív hatás lesz a magyar gazdaságra is, és most ezt látjuk egyébként Németországban is, Franciaországban is. Nagyon kérdésem lenne, csak nem feltét, nem kötelezőre válaszolni. Mit gondol, hogy mennyire tartja komolynak az ellenzék részéről elhangzott azokat a követeléseket, hogy a költségvetés vállalját a fizetéseket a, a járvány idejére? Ugye ez attól függ, hogy milyen, tehát hogy ellenzéki oldalról nagyon fontos, hogy szakszerűen kommentálják ezeket az intézkedéseket. Például mikor mielőtt jöttem, láttam a Facebookon is, hogy mondjuk Kunce Gábor azt írta az intézkedésekre, hogy ezek nagyon rendben vannak. Tehát például ez egy nagyon fontos, mert ez segít abban, hogy a bizalom az helyreálljon. Amikor ilyen egyéb követelésekről van szó, ott fontos nézni azt, hogy milyen szektort segít, és hogy milyen hatása van számszerűsíthetően. Tehát öm, itt szakszerűen kell ebben eljárni. Pesú Tamás, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.